Tiltott tárgyakat keresnek éppen a rendészetis diákok az idei megyei versenyen. A feladat nehézsége, hogy 5 perc alatt 10 oda nem illő tárgyat kell találniuk, majd az árkát vissza is kellene rendezni. A Nagykállói Budai Nagy Antal Technikum és Szakgimnázium 5. alkalommal adott otthont a megyei rendészetis középiskolások csapatversenyének. Idén 7 intézményből érkeztek a fiatalok. Mindig az elméleti feladatlap az első, amit a gyerekek kitöltenek, utána pedig körforgásszerűen minden állomáson megjelennek, képviselteti magát a katasztrófavédelem, tehát kinn az udvaron tűzoltóautót szerelnek a gyerkőcök, itt van a büntetés végrehajtás, a rendészet, és hát fizikálisan, és itt a hátunk mögött látható, hogy az evezőpad és a kerékpár, ami 12 percig nyomnak. Én most végignéztem egy csapatot, hát rendkívül megterhelő fizikálisan, illetve lövészeti versenyrész is van, ott is vannak most csapatok. A verseny változatos és izgalmas, igazi próbatétel a fiataloknak. A megmérettetést a Nagykállói Intézmény minden évben a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitánysággal közösen szervezi. A csapatszellem, az együtttartozás, a szakmai ismeretek bővítése, illetve megszilárdítása mellett ez a verseny nagyon jó arra, mint ahogy mondtam, volt az országos versenyre felkészítsem, illetve még mélyebb belátást adjon abba a rendőrszakmai vagy rendészeti munkában, mint amelyre ezek a fiatalok készülnek. Szabolcs-Szatmár-Beregben 11 intézményben van rendészet és közszolgálati ágazati képzés. A Nagykállói Budaiban a tanulók közel fele jár ilyen tagozatra. A felvételi része minden évben a szakmai irányultságú, műveltségi írásbeli vizsga mellett egy fizikai alkalmassági, valamint egy egészségi és pszichológiai alkalmassági vizsgálat.